Aki már hallott valamit a Bauhausról, annak ez szinte kötelező program. Egy építészeti slágerutca, építészeti sétáknak a szinte kötelező eleme. Lassan már ez is egy 100 éves történet lesz. Pasaréten vagyunk, a Napraforgó utcában. Kezdjük rögtön azzal, hogy mennyire Bauhaus, és akkor rögtön le is kerülhet picit erről a piedesztáról, mert szerintem nem annyira. Már a németországi mozgalom is, ahogy a külföldi hallgatói magukkal vitték a saját országukba, inkább vírusként működött, mint egy ilyen nagyon erős, racionális újragondolásaként az építészetnek, és ahány ország, annyi féle lett a Bauhaus. Tehát ez a olcsó lakástelepeket a munkásságnak típusú, nagyon erős, szociális alapú gondolkodás, ez a határokon, mintha megállt volna, és Magyarországra is a Bauhaus elsősorban úgy jutott be, mint a tehetős polgárság stílusirányzata, illetve lakóházai. A hivatalosan Pasaréti úti kislakásos mintatelepnek nevezett együttest 1931. novemberében adták át, és rögtön késéssel, mert egy évvel korábbra tervezték, amikor Budapesten volt a Nemzetközi Építészkongresszus, és aztán se pasaréti, se különösebben kislakásos telep nem lett belőle. Európában akkor ez nagyon benne volt a levegőben. Egyszerre volt jelen a gazdasági válság és a kislakásépítési hullám. A Napraforgóban is eleinte azt tervezték, hogy az érdeklődők a mintalakásokat inkább a nyilvános fogadóórákon tekintik majd meg, és nem rögtön megveszik. Egy vadonatúj utcácska 22 házáról van szó, amelyeket a kor neves építészei terveztek. Az utcakép a közös betonajzatú fabetétes léckerítésekkel és a kandeláberekkel egységes volt, de a házak mind különböztek. Az alapötletet az említett építészkongresszus kapcsán egy stuttgarti lakótelep adta. És a kísérlet ott is, itt is tulajdonképpen arról szólt, hogyan lehet 100 négyszögletes telkekre különálló kertes családi házakat tervezni. Rögtön egy ellentmondás, végül a kialkudott 100 négyszögletes erős kompromisszum volt, mert a tervezők előtt csak 70, illetve 80 négyszögletes telkeket akartak, de a hivatalos szabályozás a környéken, tehát Pasaréten, csak minimum 240 négyszögellel tudott kertes házakat elképzelni. Az elhangzott ötletet néhány építész karolta fel, és megnyerték kivitelezőnek a Fejér és Dános nevű céget. A kísérleti lakótelepen ma már nem látszik, hogy a Wekerle modern utódjaként olcsó és gyorsan kivitelezhető, az alsó középosztály számára is megfizethető házak csoportját akarták itt megtervezni. A sietség miatt aztán ebből egyre inkább beruházói vállalkozás lett. De a Napraforgó utca végül mégis arról lett híres, hogy a kor legnevesebb építészeit hozta össze. Neves építészek, de nem csak fiatal bauhausosok. Az utca 22 házát nem csak különböző generációkhoz tartozó építészek tervezték, hanem stílusban nagyon különbözőek is, tehát van itt szecessziós beütés, van art deco, van téglaborítású kisé romantikus, vagy olyan, mint a mézes kalács, de vannak echte bauhausos házak is, például Molnár Farkas, vagy Fischer József által tervezettek. Rögtön a bevezető hír utáni első ház is érdekes, mert ez nem más, mint Velder Gyula, a Horthy korszaknak az egyik első számú neobarok építésze tervezte. Őt a Ciszter gimnáziumról, vagy a Feneketlen tónál lévő Ciszter templomról ismerhetjük, de később, 30-as években aztán ő tervezte a Madács körútnak a bejárati kapuját, néhány házát is. Ez a ház azért érdekes, mert itt egyébként egy kisbolt is működött, az utca egyetlen kisboltja is valaha a földszinten, másrészt pedig nagyon érdekesek rajta ezek a háromszög alakú kiugrások, amik, hogyha ezekre az emeleti erkélyekre nézünk, akkor azért rögtön nem a funkcionalizmus és a praktikum jött először eszünkbe. Tulajdonképpen az ötlet atya, Molnár Farkas volt az egyetlen, aki a Bauhausban tanulta ki a mesterséget, és még meglepő módon a nagy magyar modern építészet egyik úttörője, Kozma Lajos is meglehetősen visszafogott
villákat tervezett itt a Napraforgó utcában. A megvalósításra kijelölt terület az külső Pasaréten, az akkori külső Pasaréten az Ördögárok mellé került. A hatóságok kikötötték, hogy a területnek csak a 25%-a beépíthető, a kert kötelező, melléképület nem lehet, és a kerítéseknek egységesen áttörtnek kellett lenniük. A Napraforgó utca a közepén kis térrel bővült, ahol gyalogos híd kötötte volna össze a Pasaréti úttal, de ez végül is nem valósult meg. Valamennyi családi ház egyemeletes, egy kivételével, a hármas számú ház kivételével, általában a földszinten kapott helyet a nappali, az ebédlő a konyhával, és a belső lépcsőn elérhető emeleten pedig két-három hálószoba a fürdővel. Ezt a sémát a tervezők rendkívül változatos elrendezésben és a legkülönbözőbb épületformákkal, anyaghasználattal valósították meg, illusztrálandó a korszerű kislakásban rejlő lehetőségeket. A 17-es számú házat a Margit-szigeti úszoda tervezője, az első olimpiai bajnok Hajós Alfréd tervezte, vele már találkoztunk a Bedőház kapcsán, a Honvéd utcában. A 19-es számút pedig Gerlóci Gedeon, a csontvári képek megtalálója, aki egyébként építészként a belváros modern átépítésében vett részt. Vele szemben van a kőművesből lett építész Fischer József háza, aki számos bérházat tervezett Újlipótvárosban, többek között neki köszönhetően néz ki olyan elegánsnak a Szent István park is. Később egyébként az 56-os Nagy Imre kormányban miniszter volt, úgyhogy sokáig házi őrizetben élt. Minden esetre a Napraforgó utcában még az összes eredeti ház áll, természetesen eltérő minőségben. Van, amelyik a szocializmus hagyott nyomot, van, amelyiket a későbbi vadkapitalizmus, de a lényeg, hogy az összes ház nagyszerű minőségben megvan, és mindenképpen megér egy modern, nosztalgikus építészettörténeti sétát, különösen, hogyha ilyen szépen süt a nap.